Szeretettel köszöntök mindenkit, és erre a családias légkörre való tekintettel, ha megengeditek, tegeződnék. Barta Tamás asztrológus vagyok, és egy kis történettel kezdeném. Ugyan nincsenek véletlenek című kategóriával, ami arról szól, hogy Andrást olyan 10-12 éve ismerem, nagyon jó baráti viszonyban vagyunk, és soha nem beszélgettünk arról igazából, hogy ki mit csinál, és az utóbbi időben így összesodott minket a sors, és amiért itt vagyok, és meghívott, az egy olyan terv, amit én is szeretnék megvalósítani vele. Azt kell tudnotok, hogy az asztrológián kívül egy olyan vers formával foglalkozom, amit úgy hívnak, hogy haiku. Ez egy 5-7-5, ez még nem az. Jó, akkor majd megyünk tovább. Ez egy 5-7-5-ös versforma, amiből 8200 darabot írtam eddig. És a tanításaim közben, ahogy emberekkel foglalkozom, ugye nincs két egyforma típus, mindenki egyed. Az emberekkel, hogy kapcsolatba kerülök, mindig jön valami inspiráció, mindig jön valami gondolat, ami egy kicsit a tudatosabb életmódhoz, egy kicsit a tudatosabb léthez segít elő. És hogy a tudatról beszélünk, akkor szeretnék egyből kapcsolódni ahhoz, hogy mit jelent számomra a tudat. 17 éves koromban írtam ezt a verset. Ez egy kicsit ilyen beavató vers, életem első ilyen komolyabb verse volt, ami úgy lett, hogy ugye nekem 17 éves koromban meghalt édesanyám hosszú betegség után, és kaptam egy olyan beavatást, ami nem csak a fizikai szemmel látást biztosítja, konkrétan egy olyan halálélmény, ahol átmentem egy másik dimenzióba, ott matematikusként dolgoztam, és egyszer csak így fogtak, és így beengedtek nézni az Akasa krónikába. Elég meglepő élmény volt. Javaslom mindenkinek, hogyha erre van lehetősége, akkor egy tudatosabb meditációval, bármivel, adott esetben egy mester által, vagy ahogy András is próbál ezen az úton haladni, segít ezen az úton menni, járni, tanulni, figyelni, és az egység tudattal gondolkodni. Ez a vers az úgy szól, hogy tested legyen égő gyertya, hited lángja te magad, és mi láthatja árnyékod is, harmadik szemed a tudat. Ez azt jelenti, hogy választunk egy sorsot, mindenkinek adott egy energetikai rendszer. Ez az energetikai rendszer senkit nem befolyásol olyan szinten, hogy most valamit determinál. Viszont megmutatja, hogy az életvezetésnek ez egy olyan eszköze, amely energetikailag az Akasa krónikából egy kicsit Isten szemével segít rálátni arra, hogy gyakorlatilag miért is vagyunk itt. Egy nagyon egyszerű történetet mondanék. A beavatásom úgy kezdődött, hogy matematikus aggyal futottam, halálra akartam futni magam, annyira nehéz volt a fájdalom, amit édesanyám halál okozott, hogy majdnem, hogy utána akartam menni. És elhatároztam, hogy hosszú táv futóként halálra futom magam. És a 30-valányadik kilométernél azt vettem észre, hogy fut a testem, és megáll az idő, és valahol egy abszolút teljességben vagyok, ami időtlen, gyönyörű, szép, minden válaszra, minden kérdésre megvan a válasz benne, és én Balga ugye megkérdeztem azt ugye az Isten előtt, hogy úgy mondjam, hogy miért élünk? Nagyon szép kérdés, ugye? Miért élünk? És figyeljetek, mert egy olyan kincsnek vagyunk a tulajdonosai, amit senki Magyarországon kívül nem tud megtapasztalni, aki nem ismeri a magyar nyelvet. Mondjatok még egy olyan nyelvet, amiben a kérdés válasz. Minden kérdésünk válasz. Miért élünk? Igen. Miért élünk? Ilyen egyszerű a magyar nyelv. Tehát az az igazság, hogy ott kaptam egy olyan beavatást, amit láttam, hogy András is alkalmaz, mert ugye nem a fizikai tudással, és nem a szellemi tudással, és nem a szellemi képességét adja itt, hanem megnyitja a szívét, és rajta keresztül az Akasából jönnek az információk azt, ami egy kicsit a tudatot, a tudatszintünket emelheti. Ebbe szeretnék én is most csatlakozni, egy órán van, amit lehet belesűrítek, jó? Egy kicsit lesz benne haiku, mert ugye, mint ígértem, a haikuban csapódik ki az eszenciája annak, amit így az asztrológiai tudásom alatt megtapasztaltam. Lesz egy pár vers,
És szeretnék átadni egy olyan módszert, amivel egy kicsit mindenki megismerheti magát. Buddha azt mondta, hogy egyetlen egy tanítást sem tartatunk meg a tenyerünkben, mindent át kell adni. És azt hiszem, hogy is ezt kell, ezt az iskolában, tehát András iskolájában, én azt szeretném, hogyha ez továbbra is így menne, látom, hogy érzem az energiátokat, és azt érzem, hogy nagyon jó energetikát kaptok. Hát nagyon nehéz András után megszólalni, mert ő egy annyira komplex rendszert próbál most már kiépíteni, hogy amikor ő beszélt, akkor csak azt vettem észre, hogy ugyanazokat mondja, amit én azóta megtapasztaltam. Tehát ugyanúgy az akasából olvas, ugyanúgy azokat az alapprincipiumokat próbálja lehozni nektek, átadni abszolút jó szívvel, ami ott van, tehát egyszerűen egy olyan állapot, egy meditatív állapot, hogyha az ember a létezésben megy az utcán, gondolkodik, figyel, csinálhatunk bármit, ez az állapot egy jelenlét, egy olyan jelenlét, amiben minden kiolvasható. Majd beszélünk erről kicsit tovább. Az asztrológia az pedig egy olyan rendszer, ami ennek az energetikai szimbóluma. Kevesen tudják, hogy az asztrológiában nem a napjegyünk számít, hanem az aszcendensünk. Tehát ezért nagyon fontos a születési pillanat, mert az aszcendens adja meg, hogy mi az ember. Erről később fogok beszélni egy kicsit, ha megengeditek, egy pár versen menjünk, megmutatnám a haikukat, jó? Hogyha, tehát ez volt. Ez még egy vers, bocsánat, eszembe jutott egy régi versem szintén gimnáziumból, amikor beszéltél. És ez nagyon megihletett, hogy mikor láttam, kívül volt az Isten, mikor hallottam, kívül volt az Isten, mikor éreztem, kívül volt az Isten, most, hogy kívül semmi sincsen, belém költözött az Isten. Ott kezdődik, hogy a magyar nyelvhez nagyon sokszor vissza fogok térni, és nekem ez az alap. Tehát olyan szintű beavatásokat kapok a magyar nyelvből, hogy az csoda. Akár egy haiku, ugye ez egy haiku, egy 5-7-5-ös versforma, ami 5 magánhangzó, 7 magánhangzó, 5 magánhangzó. És ha csak a szavakat nézzük, a magyar szavakat. Ugye ha már megtörtént, kezelt szeretettel a létben megtört ént. Tehát annyira szépen tanít a magyar nyelv, hogy ha csak arra figyelünk, hogy egy magnyelv vagyunk, ősten magunkból, azaz az isteni magunkból kapunk mindenféle információt, ahogy András is mondta, és ezt az infót csak egyszerűen érzékelni kell, le kell hozni, átalakítani, a transzcendens formából átalakítani a fizikai valósággá, és ami a dolgunk, megtapasztalni. Azt szoktam mondani, hogy nem dönteni jöttünk, már döntöttünk. A döntésünk okát jöttünk megérteni ide. Ez egy nagyon fontos, ez is haiku lesz, majd megyünk tovább. A micsoda, ugye, az ember nagyon sokszor kérdezi, hogy micsoda, egy csoda a lét. Lélek egység szentsége a titok kulcsa. Ez is ad egy választ, ezek nagyon-nagyon-nagyon tömör kis versek, és hát ezek nagyon komoly meditáció termékei. Ha ezt így elkezdjük egy kicsit elemezni, hogy az egységben élünk, az egy csoda a lét, tehát az egész egy egység. És a lélek egység szentsége, az azt jelenti, hogy ha erre képesek vagyunk hangolódni, akkor minden választ megkapunk, mindig. Tehát kérdés megadatik. A nyelvünkben benne van minden válasz, ami ezzel a csodával kapcsolhat minket. Menjünk tovább. Az átváltozás című haiku, ami arról szól, hogy mit jégnek hiszünk, ha nap melege éri, csak könnyű pára. Tehát ugyanaz az érzelem, ugyanaz a víz három fázisban egy transformáción megy át, ami megmutatja nekünk, hogy az érzelmek, mint a víz szimbóluma az asztrológiában, majd most már térünk az asztrológiához is, az közvetítő. Konkrétan az anyagi minőség, ami a kereszt, az érzelmi minőség, ami a hold, és a tudati minőség, ami a kör. Tehát ebből a három elemből áll össze minden asztrológiai szimbólum. Az összes asztrológiai szimbólum ebből a három elemből áll, a föld, az érzelmek, a víz, és a tudat, ami a tűz. Viszont van még egy elem, én úgy szoktam mondani, hogy a frígy elem, ami egy ősi magyar szó, csak hogy elfelejtettük és rövidült. Mit csinálok akkor, ha valakivel kontaktusba kerülök? Figyelek rá. Mit csinálunk akkor mind a ketten? Kölcsönösen frígyre lépünk.
Tehát a figyelem szavunk az azt jelenti, hogy mi free-re lépünk az elemek által. Tehát az egységtudatot éljük együtt, és amikor free-re lépünk, akkor figyelem van, tehát figyelünk egymásra. És az kölcsönös, akkor ez az egységtudat kiteljesedik. Az a tudatosság, amikor a kör, tehát a tudat szimbóluma az asztrológiában a nap. A körben, az egységben a pont. A kereszt az azt jelenti, mint a hologramnál, hogyha két különböző entitás keresztezi az energia szintjét, akkor létrejön egy fizikai valóság. Tehát a kereszt mindig keresztezi az utunkat. A hold, a félelem, az érzelmek, az azt jelenti, hogy mi még csak egy félelem vagyunk. Ugye van az egészség, és van a félelem. Milyen szép a magyar nyelv, hogy ebbe is. Zseniás dolgot mondok, még nagyon kevesen tudják, én kutattam egy kicsit nyelvészetben is. És képzeljétek el, hogy a világon egyetlen egy nyelv volt valamikor, az ószanszkrit, amelyik még tartalmazta azt, hogy egy embernek, ha levágják az egyik kezét, akkor nem azt mondja, hogy egykezű, hanem azt mondja, hogy félkezű. Melyik nyelv mondja a világon még azt, hogy félkezű? Egyetlen egy nyelv, a magyar. Képzeljétek el, hogy ekkora kincset kaptunk, és ezt a kincset úgy lehetne felhasználni, hogy itt vagyunk, itt élünk benne. Ezt próbálom a haikuban, ebben a 8000 haikuban majd továbbadni. Terveztük Andrással, hogy egy haikut két szempontból, az ő szempontjából és az én szempontomból megpróbálunk értelmezni, és tudat szempontjából kivesézni. Tehát egy-egy haikut, ami egy ilyen egyszerű 5-7-5 kis mondóka, és mégis benne van egy transzcendens dolog. A transzcendencia azt jelenti, hogy átalakítjuk a transzcendens energiákat fizikai valósággal, illetve érzékeljük a transzcendens energiákat is a fizikai valóságban. Ugye az asztrológiában az, hogy van a 7 alapbolygó, azt mindenki tudja, hogy melyik. Tudjátok, ugye, nem kell itt sorolgatni. És vannak a transzcendens bolygók, ami ugye kezdődik az Uránusznál, amikor az újkor elindult, ugye Basztéjjal kezdődött. Utána a Neptun és a Plutó. Az Uránusz az azt jelenti, hogy kinyílik egy dimenziókapu. Tapétajtónak tanítja Kaló Jenő, aki azt mondja, hogy azt hiszük, hogy be vagyunk zárva egy térbe. És nekidőlünk a falnak, és a fal kinyílik. És kinyílik egy új dimenzió. Egy teljesen új térbe érkezünk, ahol minden figyelmünkre szükségünk van, mert nem lehetünk semmilyen törvénynek a rabjai. Ez az Uránusz. Nagyon nehéz. A Neptun ugye az az ideavilág. Hát, kár, hogy így nem. Majd mindjárt mutatom. Annyit csinálnék, hogy most váltok egyet, jó? Van-e olyan jelentkező, aki vállalná, hogy az asztrológia képletét megnézzük, és tudja pontos születési óra percét? Igen? Na, szuper. Jó. Ez az igazi kihívás egy asztrológusnak. Ugyanis én arról szeretnék beszélni, ugye, hogy néz ki egy asztrológiai képlet. Bemutatkozom, tehát ez lennék én. Ugye, mérlegnap, Mars együttállás, és itt még egy kis hiba is csúszott ebbe a rendszerbe, mert annyi van, hogy a házrendszer, az Koch házrendszerre dolgozom, és sokkal pontosabb, mint a Placidus, most már 10 évvel dolgozom. Az csak annyi, hogy ugye, ahogy gomborul a Föld, és ahogy múlik az idő, azt érzékeljük, hogy az aszcendensünk, az biztos tudjátok, hogy a keleti horizontnak az érzékelése abban a pillanatban, amikor levegőt vettünk. Tehát megszületünk, kiválunk az egységtudatból, azonosulunk azokkal az energiákkal, ami minden egyes levegő molekulában ott van. Tehát abban a pillanatban, amikor veszek egy levegőt, ebben az egy lélegzetben benne van Buddha, Gandhi, az összes bölcs, az összes más is. Tehát senkit nem lehet megtagadni az életünkből, mert mindenki jelen van abban az egy lélegzetben. Ez a prána, ugye? És az az igazság, hogy akkor kialakul egy, hát én úgy hívom, hogy hamis énkép, bocsánat, mert az ember megszületik egy kis csirke. Meglátja a kacsát, és azt mondja, mama, vagy a kacsa, ugye a kiskacsa megszületik, és meglátja a tyúkot. Van ilyen történet, hogy ugye a tyúk kelti ki a kacsát, és ugye azt mondja, hogy te vagy a mamám, és megy utána rendületlenül. Csak szegény tyúk akkor eszik kétségben, amikor a kiskacsa meglátja a vizet, és belemegy. És akkor azt mondja, most mi történt, ugye, hát jön egy uránuszi megtapasztalás, hogy a kacsa, az életközege az a víz, a tyúknak meg a kapírgálás.
Úgyhogy valószínűleg egy kicsit megretten, aztán megszokja, hogy az a kacsa nem fog megfulladni a vízbe, de neki akkor is egy új tudatszintre kellett lépnie. És ugyanígy vagyunk mi is, amikor megszületünk, megtapasztalunk egy energiamezőt. Ezzel az energiamezővel azonosul a tudatunk, és azt hisszük, hogy ezt nekünk meg kell valósulni, ugye ez az én, a hamis énkép, én úgy hívom, mert az a tiszta. Egyetlen egy haikut tanítanék meg mindenkinek, ami a számomra az egyik legfontosabb. Az énről szól, hogy mi az én. Az én az a részünk, amit rajtunk kívül már mindenki lát. Ha ezt megérti, ezt a haikut, ha megértenék a politikusaink, lehet, hogy már egészen másképp látnánk a világot. Tehát az a baj, hogy azoknak nincs rálátásuk, annyira el vannak homályosodva a saját énképükbe, hogyha, ahogy András is mondta, hogy hát igen, kicsit igyekezett mindenből így kihátrálni. Ez az Uranus egyébként, ez jellemző egy kicsit az UFO emberekre, aki az asztrológusokra is, tehát arra, aki dimenzió kapott ugrik, hogy egy kicsit azért mindent úgy megvizsgál más dimenziókból. Jó. És arról van szó, hogy van egy sorstérkép, ami az embert így meghatározza. Nincs jó vagy rossz. Ez egy haiku, csak választás és azzal szembesülés van. Tehát választunk egy sorsot, amit valószínűsítve van, hogy fogunk megélni ebben az energetikai rendszerben. És az energetikai rendszer az úgy szól, hogy van az aszcendens, ez a születési pillanat, amikor az ember megszületik, kelet felé néz és azt mondja, hogy ezzel az energiával azonosulok, ezt a minőséget szeretném megélni az életembe. Most mondok egy elég furcsa példát, mert mindig a legfontosabb példa, hogy az ember saját maga, hogy miről szólnak a jegyek. Ugye a kos, úgy megyünk végig a jegyeken, ezt egy pillanatra elmondom, hogy azért tudjátok, mint a születésnél. Megszületik a csecsemő. Én vagyok, betör a létbe. Én vagyok, senki más nem érdekel. Ordít, enni akar, az a kos. A következő szimbólum a bika, amikor azt mondja, hogy de hát ha én vagyok, akkor nekem fejlődnöm kell, és akkor eszik, és azt mondja, hogy akkor nekem jár, birtokba veszek dolgokat. Ez a bika szimbólum, akkor ugye birtokba veszem a dolgokat, ami később átalakul teremtővé. Először birtokba kell venni, hogy átalakítva teremtők tudjunk lenni. A következő lépés ugye az, hogy a bika után, csak úgy mutatom, hogy jön az ikrek, ami azt mondja, hogy ha nekem van, és van egy testvérem, akkor el kell kezdeni vele kommunikálni, ugye? Elveszi, visszaveszem, elkezdünk játszani. Tehát az ikrek az információ és az információ csere, és a gyerek elkezd játszani, mert ugye van már kajája, megszületett, tudja, hogy van kaja, tudja, hogy van tesó, akkor van tudunk dumálni. És mi történik akkor, hogyha ha jót dumáltam a tesóval? Elfáradok. Melyik jegy lesz? A rák. Ugye a rák az azt mondja, hogy én már enervált vagyok, mert úgy kijátszottam magam az információba, hogy egy kicsit érzelmileg szeretnék leülni és otthonra lelni. Tehát a rák az azt mondja, hogy akkor otthont próbálok teremteni, nyugalmat, engem hagyjanak lógva, roham és elindul hátra. Ugye minden ráknak hátra van előre, ez egyértelmű. Úgyhogy az életben is. Tehát milyen szépek a szimbólumok, hogy egy rák meglát valakit, és egyből elássa magát a homokba a két ollóval, és elindul hátrafele. Na most mi van, hogyha jól kipihente magát? Ha jól kipihente magát, akkor jön az oroszlán, és azt mondja, hogy gyerekek, buli van. Hát itt a kecó, hát ki vagyok pihenve. Na csináljunk egy jó nagy bulit, oroszlán életöröm, kaja, pia, nő, minden. És akkor elindul az oroszlán szimbólum, az élni akar. Hát tudatos, hát az a dolga, hogy ezt így megtapasztalja, azért jött, nem? És akkor mi van, hogyha ha vége a bulinak? Hát gyerekek, marad a kupleráj, az üvegek, a szemét, és akkor jön a szűz, a fene egye meg, már megint takarítanom kell. És ugye jön a következő szimbólum, hogy akkor ott van, és elkezd rendszert vinni, hasznossá válni, ugye a szűznek az, hogy én hasznos vagyok, én bemutatom, hogy olyan szépen kitakarítok, hogy rend lesz itt a lakásban. Na mi van, ha rend van? Hát akkor baj van, mert jön az én, és akkor megszűnik az én. Mert jön a következő jegy, a mérleg. Hát ha én vagyok, akkor ennek a tükre, hogy te is vagy. Tehát a mérleg azt mondja, hogy tatvamasi, azaz te is én vagyok.
és észre kell venni, hogy bizony itt egyensúlyt kell teremteni. Tehát belép a társ az életünkbe, és azt mondjuk, hogy oké, hát ha én vagyok, akkor te is én vagyok, akkor próbáljuk egy kicsit ezt egyensúlyba hozni, és a mérleg folyamatosan arra törekszik, hogy egyensúly legyen az életében. És akkor jön a következő jegy, hogy te mérleg, figyelj már, ne legyen mindig egyensúly, és elkezdi rugdani az egyik serpenyőt. Mert ha te vagy, én vagyok, akkor csináljunk már egy kis balhét. Hát ugye én marsikus jegy vagyok, hogyha skorpió, akkor miért hagynám, hogy te ott nyugodtan legyél, amikor az érzelmeknek áradnia kell. És nagyon furcsa, hogy amíg a kos azt mondjuk, hogy egoista, pedig semmi ego nincs benne, csak van egy nagyon céltudatosság, hogyha azt magas szinten éli, a kosok nagyon-nagyon céltudatosak tudnak lenni. A kos energiák mindig nagyon teremtőnek. Neki szüksége van minden energiára, nem figyelhet arra, hogy most neked fáj a tyúk szemed, és azért, mit tudom én, most nyavajogsz. A kosnak csinálni kell a dolgát, az azt mondja, hogy nem fogok annyira törődni veled, kitűzök egy célt, és végigcsinálom. A mérleg viszont, hogy vagyok, megkérdi tőled. Ugye? Oda vagy, és mondd már meg, hogy vagyok. Hát majd jó, elmondjuk. Idálok. És az van, hogy ezekben a dolgokban, ha jön a skorpió, akkor ugye neki az az érzése, hogy neki léteznie kell. Ugye a Mars az férfi energia. Tehát minden skorpió nőben létezik a férfi energia, ahogy minden mérleg pasiban létezik női energia. Tehát a Vénusz és a Mars ilyen szinten keveredik. És akkor azt mondjuk, hogy na akkor van balhé, ugye akkor érzelmileg én szítom a balhét. Mi az, ami ebben a rendszerben a megoldás felé vezet egy skorpiónak? Ha jön a nyilas, és azt mondja, hogy te skorpió, figyelj már, hát ha mindenkit megölsz, akkor csak hullák lesznek. Hát azért higgyünk már abba, hogy van egy egyetemes tudat, hogyha ezen egy kicsit túllépünk, akkor azért mégiscsak tapasztald meg azt, hogy lehet küzdeni. Tök jó, hogy küzdesz, bankárok, politikusok, ez mind skorpió. Tehát az az ilyen vehemensen autóversenyzők, ez mind skorpió, marsikus szimbólum. És akkor jön a nyilas, azt mondja, hogy az én hitem ebből kihúz. Mert ha én hiszek valamiben, akkor megvizsgálom azt, hogy mi a hit. A hit, magyarul, három betű, az a hely, ahol itt vagyok, az az időminőség, ahol itt vagyok, és az a tudatosság, amivel itt vagyok ebben az időminőségben. H-I-T. Ez a hit. Ez már csak az én happy-m, de így könnyebben meg lehet jegyezni. Tehát a nyilasnak ugye a hit. Mi van, hogyha hiszünk valamiben? Ha hiszünk valamiben, akkor utána teremtővé kell váljunk. Ha azt hiszük és megalkotjuk, lelkesítünk, akkor utána jön a bak, aki azt mondja, hogy na gyerekek, akkor ezt üzemeltetni kéne, ezt működtetni kéne. És akkor a bak azt mondja, hogy én abban hiszek, ami működik. Érdekes, én bakaszcendens vagyok, tehát ezt kell megtapasztaljam. És képzeljétek el, két mérnöki diplomával, külföldi diplomával, 8 év Lengyelország egyetem, utána másik posztgranulális egyetem, minden, és mégis asztrológiával foglalkozok. Jó, nem kicsit vagyok lökött, tehát ez az Uránusz, ez itt van. De arról szól, hogy ugye én is egy kicsit tanítóként jöttem ide. És tényleg abban hiszek, ami működik. Ezerszer próbáltam abba hagyni az asztrológiát, és mindig mondták, hogy te figyelj, annyira működik, és olyan csatorna vagy, hogyha elmondod, hogy mi dolgunk, akkor ez egy kicsit mégiscsak egy lépés segít egy magasabb tudatszintre emelni azt a sorsot, amire lejöttünk. Ez azért fontos, mert lehet valaki egy skorpió marsa gyilkos, és lehet agysebész. Bocs, ugyanaz a szike. Úgyhogy most, tehát egy eszközt nem minősítünk, ez egy eszköz. Tehát ez egy térkép, ez egy eszköz. Nem minősítünk egy eszközt, mert az eszköz csak egy lehetőséget ad nekünk. És azért vagyunk itt, amit mondtam az elején, hogy magasabb tudatszinten éljük meg ezt a sorsot, amit ugye kiválasztottunk ebben az inkarnációban. A bakot folytatva, mi történik, hogyha egy bak azt mondja, hogy de hát rend kell az egész életben, a rend, ami megmondja, hogy működnek a dolgok, és utána javítjuk ki, hogy rend szer, tehát rend is szeretet. Mert ha szeretettel működteted a rendet, akkor rendszert viszel bele. Ha csak rendet akarsz, akkor elbuktad. És kérdés az, hogy a bakban mennyi szeretet van, ami a rendszert, magyar nyelv szintén, tovább működteti, és azt mondja, hogy oké, bak vagyok, ami egy durva viccel, de egy kicsit, hogy érzékeljétek, kiáll egy fej a földből. Segítség, segítség, írve eltemettek! Oda megy a bak, de milyen rosszul. Szóval ez lenne a rend,
A szeretet meg az, hogy azt mondja, gyere haver, kiáslak, aztán majd te segítesz legközelebb nekem. Na, szóval ez a két minőség. És most jön a kulcs, akit senki nem ért. A vízöntő. Mikor működik egy rendszer? Ha az összes próbát kiállta. És mi a legnagyobb próbatétel? Hát a vízöntő. Abszolút független. Tehát akiben vízöntő van bármi, az ne próbálja letagadni, hogy mindent a saját feje után egy örök gyerek, tehát a vízöntő férfiben az majdnem mindig az anyukához kötődik, nagyon nagy gyerek, és a szellemi élet megtapasztalására jött, és csapatot szervezni, és minden vízöntő igazából, vannak ilyen viccek, hogy a villanykörte, hogy van, a vízöntő ugye úgy csavarja be a villanykörtét, hogy szervez egy csapatot, ami önjáró gépet szervez, hogy csavarja be a villanykörtét. A vízöntő ez. Tehát dolgozni már nem akar, de kitalál egy olyan számítógépet, ami megszerkeszt egy olyan számítógépet, ami becsavarja a villanykörtét. És ugye most jön az utolsó jegy, ami nagyon nehéz, mert azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz dolog van a halaknak. Hogy szeresd még ezt a hülye gyereket is. Bocsánat, a vízöntőt. Tehát az van, hogy te is beletartozol a rendszerbe, bár bomlasztod, de ha egy rendszert föl lehet bomlasztani, akkor annak az a dolga, hogy fölbomoljon. Érted? Ha a bak úgy csinálja meg, hogy az a vízöntő ne tudja elrontani. Érted? Mert ha egy bak alapos és szeretettel, ugye, rendszert visz az egészbe, akkor ott a vízöntő csak kapizsgál. Tud újat hozni, esetleg még az is jobban működteti a rendszert, hogyha magasabb szinten van, de az a lényege, hogy neki az a dolga, hogy a rendszert kipróbálja és a hibáira rámutasson, és a baknak nagyon nagy segítség a vízöntő, ha fölfogja, hogy ott, ha hibázik a rendszer, akkor ő ott még tud fejlődni és tud javítani. A halak viszont, ugye akinek a kéz és a láb fel a szimbóluma, simogatása termett. És gyógyítása, lélekgyógyítása, neki nagyon nehéz, mert az utolsó körös lelki küldetés a halak, aki azt mondja, hogy feláldozzuk magunkat másokért. Egy haikum úgy szól, hogy lelkemet a lelked alá emelem, hogy ne szédítsen mélység. Tehát ez a halak, amikor az ember tudja adott esetben, hogy a halak háza a 12-es ház, egy asztrológiai, tehát a baknak a Szaturnusz a jellemzője, és a 12-es ház olyan csapatban kell tevékenykedjek, ahol a lelki szintet lehet emelni, és ez folyamatosan az életemben ott van, mind a mellett, hogy évente 8-10 országban vagyok külföldön, tehát ez meg a külföldház, ugye a 11-es ház, mindjárt visszatérünk akkor, jó? És annyi van, hogy csak úgy bemutattam, hogy nagyjából, hogy mindig az a fontos, hogy kinek milyen életterületen, tehát én már nem is azt mondom, hogy milyen jegyben, az csak a minősége, hanem milyen életterületen vannak a feladatai. Tehát adott esetben, ugye arról szól, hogy az alsó szint az a földi szint, tehát az a sötét oldal. Az azt jelenti, hogy akinek itt vannak bolygói, semmi nem minősít, de annak igenis a fizikai, földi létben kell tevékenykedjen. Földbirtokos, termelő, olyan, hogy neki igenis a kreativitás, a bika teremtés oldalát. Tehát a kettes ház, ez a kettes ház, ez mindig a teremtésről szól. Tehát akinek kettes háza van, az igenis fogjon hozzá és teremtsen, mert azt a létminőséget, amit a kettes házában tesz, csak úgy tudja megélni, ha ő teremtővé válik. Akinek az egyes házában van, az se busuljon, ugyan kevesen fogják érteni, de nem is az a dolga. Neki az lenne a dolga, hogy önállóan kiálljon egy ügyért, és harcosként másokért harcolva, hogy magasabb tudatszinten megértse a saját sorsát, fejlődjön és segítsen fejlődni másoknak. Mehetünk? Jó. Most jön az érdekes. Nem fogok intim dolgokat mondani, csak olyat, ami... Egy becenevet kérek, jó? Viki. Jó. 1900? 1981. Igen. 12. hó 30. Hány óra? Reggel 3 óra 18 perc. Hol? Debrecen. Azt is beírjuk. Igen. Hát azt kell tudni, hogy én matematikus voltam, úgyhogy ezt a programot a barátommal csináltuk. Ez se véletlen, ugye, hogy
ilyennel kellett foglalkozni. Hát Viki, kinagyítalak ide, és egy kicsit energetikában akkor elmondanám, jó, hogy mégis miről szól egy horoszkóp. Ugye a Skorpió aszcendens, amit mondtam neked, egy kicsit ilyen fiú tulajdonságokat takar. A Skorpió aszcendens az a tapasztalatom, hogy általában fiúnak várják a szülők. Nem kell tudni mindent, általában fiúnak várják a szülők. Tehát a Skorpió aszcendens egy kicsit mindig férfias tulajdonságokat, és egy kicsit mindig harcossá válik. Amit tudni kell, hogy az aszcendens urát nézzük, amit a Mars jelenleg. Tehát a Mars, ugye mérlegbe esik, az azt jelenti, hogy nagyon jó diplomata vagy, hál' Istennek ezt a Skorpiót nőként éled, diplomataként. Tehát te igazából, ha azt nézzük az energetikádat, akkor én azt mondanám, hogy inkább mérleg vagy, mert a mérlegben van három komoly bolygód, ami az életfeladatot is meghatározza. Tehát az aszcendens ura fogja meghatározni mindig az életfeladatot. Csak vízöntőkkel és uránuszi emberekkel foglalkozom, elárulom, hogy majdnem mind a 40 ezer ilyen képletű, mint a tied. Tehát most azt szoktam mondani, de viccesen, normális ember hozzám nem jön, tehát normális ember nem megy asztrológushoz. De az az igazság, hogy aki viszont így a transzcendens dolgokban egy kicsit otthon van, mint te is, hogy uránusz az egyes házban, nyilasban, az egy magasabb tudatszintről kell segítse másokat, tehát te sokszor rejátszod a bohócot, amivel másokat nagyon sokat segítesz, meg mindig a pofonokat kapod. Ezt bólincs, ha nem, vagy esetleg elcseréltek. Jó. Ugyanis van egy 12-es Jupiter, ami a halak házában van, ami szintén a halak jegyi, tehát a 12-es ház az a halak háza. Jupiter a halak szeretett bolygója. Az azt jelenti, hogy valahol lejátszod a bolondot, de mindig lehet rád számítani, hogyha valaki kakiba van. Így van, vagy összetévesztettek? Jó. Nem szokták össze. Egyszer volt az, hogy valakit hazaküldtem a 40 ezerből, bejött az ajtón tokostól, és kijött egy halak aszcendens rajta a Neptun. És akkor mondom neki, uram, ez nem maga. De én kettőkor születtem. Mondom, jó, ezt én elhiszem, hogy kettőkor született, de azért menjen haza, aztán kérdezze meg. Jött másnap, hát ő délután kettőkor született, oroszlán aszcendens rajta a Mars. Szóval nem, tehát ekkor a cumit nem veszünk be, hogy egy egyes házas oroszlán Marsot összetévesztek egy halak valamivel, tehát azért az nem. És ugye azon néznek, hogy két transzcendens bolygóval kezdődsz. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos az életedben a transzcendencia. Tehát akkor vagy önmagad, ha a transzcendens lényedet ki tudod bontakozni, és egy másik dimenzióban is érzékeled ugyanezeket az energiákat, amiről beszéltem, és amit az Andrásnak egy kicsit az életfeladata. Ugye, és akkor még két vízöntő bolygód is van megspékelve. Szeretjük. Nagyon nehezen értenek meg. Tehát a vízöntő az, aki tényleg oda teszi a lelkét, de nem kötődik semmihez igazából. Tehát ott az anyuka egy kicsit mindig lehet ilyesmit, hogy hűvösebb. Jó? Ez még nem annyira intim. Tehát az a baj, hogy én ránézek egy ilyen horoszkópra, és ugye matematikus agyként 16 millió információból egyben mindent tudok. És úgy szoktam kérdezni, hogy működjünk együtt, mert ha együtt működünk, akkor együtt tudjuk megfejteni azt, hogy lehet ezt egy magasabb tudatszintre emelni. És ugye a vízöntő anyuka az olyat látok, mintha van testvéred, ugye? Olyan, mint hogy anyuka jobban a testvérrel foglalkozna, mint veled. Jó, szoktak bólogatni, azt szoktam mondani, hogy kérdezel vagy válaszoljak, de ez egy kicsit poén, tehát szeretek én is poénkodni, uránuszi ember vagyok, ugye nekem is a 8-as házba. Tehát a vicc a lélek szellőző ablaka, és azt kell mondani, hogy az a jó, hogyha az ember tud magán nevetni. Tehát ez olyan, hogy azért vagyunk itt, hogy egy kicsit szellőztessünk, és ezt a sorsot magasabb tudatszinten megélni. Nagyon nehéz, te így, hogy minden, mert mindenki nem értik az emberek sokszor. Tehát a vízöntő, az uránusz az egy magasabb frekvencia. Mondok nektek valamit, ami szimbólumban tudok beszélni, és ezt tud tanítani, ez a bak. Hogy ugye régen az emberek kommunikáltak. Ülsz tőlem 5 méterre, kommunikálunk, ugye? Manapság úgy tudunk kommunikálni az északi sarkkal, déli sarkkal, hogy szia Béla, hogy vagy? Mi történt? Hát a hang az mondjuk azt hiszem 330 km/h, a 2,5 óra alatt fölérne az északi sarkról a déli sarkra, 2,5 óra alatt vissza, tehát 5 óra múlva tudnád, hogy Béla hogy van. Mi történik a mobillal? 24 ezer herce föltranszformáljuk a rezgést, a hangrezgést, fölültetjük egy olyan hullámra, ami 24 ezerszer gyorsabb a hanghullámnál, elmegy az északi sarkra a déli sarkra, és nyugodtan tudunk beszélni. Tehát egy sokkal magasabb rezgés szintre emeljük a kommunikációt. Ezért az Uránusznak nagyon fontos,
hogy a kommunikációt mindig egy magasabb rezgésszinten élje. Nagyon sok olyat láttam ilyen képlettel, hogy a testvérre való kommunikációban neked kell megértened a testvér különleges nyelvét. Jó? Van ilyen? Köszi. Nem akarok részletekbe belemenni, csak demonstrálni akartam, hogy működik az asztrológia. Tehát az a helyzet, hogy már rég abba hagytam volna, hogyha nem. És ez egy nagyon jó eszköz, tehát bárki megismerheti önmagát, az önismeretre bíztat ez is ugyanúgy, mint minden más. És egy, ami nagyon fontos, amit itt megkaptok Andrásnál, hogy az Akasa krónika, tehát ez a térkép, ez csak egy tudattérkép, ami segíti azt, hogy ezt egy magasabb tudatszinten megélni. Úgy fogadjuk el magunkat, ahogy vagyunk. Kicsit visszalépek, mert most elárulom, vagyok annyira Uránusz, hogy van egyetlen egy felvállalt haikum a vállamon, ami úgy szól, hogy a boldogság az, amikor álarcok nélkül önmagad lehetsz. És ebben nagyon mélyen gondoljatok bele. Tehát a pénz nem boldogít. A pillanat nem boldogít. Amikor te azt érzed, hogy valakivel egy őszinte kapcsolatra lépsz, és te önmagad lehetsz, ha apádnak hazudnod kell, ha gyerekednek hazudnod kell, ha társadnak hazudni kell, nem lehetsz boldog. Ha magadnak hazudni kell, soha nem leszel boldog. Tehát minden ott kezdődik, hogy először is olyan tudatteret kell teremteni, amiben álarcok nélkül tudunk megnyilvánulni. És azt mondom, hogy figyelj, tetszik, nem tetszik, valamilyen szinten én vagyok, és igyekszem változni, egy magasabb tudatszintre emelni azt a sorsot, amit kaptam itt a megvalósításra. Úgyhogy neked az lenne te is, hogyha csapatmunka, csapatszervezés, tehát a Mars jelöli mindig az, hogy hol tudsz te fejlődni, hol tudod meghaladni az önmagadat, hol tudsz túllépni a transzcendens világban, hogy ezzel az energiával te jobban önmagad legyél, jobban elfogadd ezt az egészet, ez csapatmunka. Tehát igazából abszolút csapatszervező képleted van, amiben néha kicsit az erőd is próbára van téve, mert egy skorpiónak kell, hogy az erejét próbálja tegyék. Ugye azt szoktam mondani, egy skorpiónak nincsenek ellenségei. Hogyhogy? Hát már meghaltak. Meg a 80 éves skorpió néni, amikor kérdezik, hogy mama, vannak ellenségei? Nincsenek. Hát hogyhogy? Túléltem a rohadtakat. Úgyhogy a skorpió az ilyen jó játék. És akkor annyi, hogy nem tudom, hogy állunk időben? Van még, rendesen, jó van. Még mehetünk, mert egy kicsit arról is szeretnék beszélni, hogy kapcsolódik ugye a haiku ezzel az egész asztrológiával. Hát úgy, hogy a haiku egy olyan eszenciális, kicsit tudat, tanító, uránuszi gondolat, amelyik túlmutat önmagán. Ez egy elég nehéz játék, mert 5-7-5-ben azért ezt így belesrófolni. Ugye itt van a képesség, ha már el tudod képzelni, az azt jelenti, hogy képes vagy rá. A magyar gyökszavak mindent elmondanak. Ebből olyan 4-5 ezeret írtam, ami a magyar szavaknak egy magasabb szintű gondolkodásmódot próbál adni. Ezek a lilák. Itt a miért, hogyha kérded miért, már megadtad a választ, értünk a miért. Tehát minden miértünk történik. Az ember azt mondja, miért? Miért van ez így? Miért van ez? Istenem, miért van ez így? Igen, a miért van így. Pontosan. Jó? Nem sokat írtam. És akkor, hát különböző verziói vannak ennek a haikunak is, hogy vágy vagyok, vagy csak ok. Tehát vagyok, ok vagyok, de az ok, azért, amikor megkérdett, hogy kérdett, ki vagyok, akkor az ősten magánát látó tiszta figyelem. Több dimenzió. Tehát vannak olyan haikuim, amikben egy ilyen haikuba, kb. Hogyha kifejtjük majd Andrással, akkor olyan 10-12 dimenzió ugrás van. Az egyiket azt az Istenről írtam, ami úgy szól, hogy túl a láthatón, a most figyelme jelén mindig jelen van. De jó lett volna, ha kiírom, de most nem tudom, itt van benne a kis haikus könyvembe. Kicsit családiasabb a légkör, úgyhogy elmondom, hogy véletlenül Andrással hogy találkoztunk. Ezt a haikus kötetemet 25 éve nyomtattam ki. 1500 példányban magamnak, barátoknak osztogattam. És nézzétek meg! Tehát ez darabonként 200 forinttal több ott van. Az, hogy fűzött,
Tehát olyan precízen van megcsinálva minden, hogy, nem csinálunk agyi cuccot. Tehát ez a könyv sokkal többe kerül, mint egy normál lehetett volna. És mégis azt mondjuk, hogy minőséget kell csinálni. Tehát, hogy ennyire így egy kicsit egységbe gondolkodunk, és annyira azt úgy vagyunk, hogy egy céllal, küldetéssel vagyunk itt, hogy aztán most remélem, hogy ez tovább majd gyümölcsöződik. És akkor ezt a haikut, a másikat még kifejteném még egyszer, jó? Tehát, hogy túl a láthatón, ugye a transzcendens világüzenete bennünk van kódolva. A most figyelme jelén az azt jelenti, hogy mindig a mostban élünk, és amikor figyelek, akkor jelen vagyok. Jelen vagyok a jelen jelén, ami azt jelenti, hogy a jel meg az én egyesülünk. Mondom, ez annyira benne van a szavakban is. Mindig jelen van, ez azt jelenti, hogy Isten is mindig jelen van, nem vagyok vallásos, de ha az ősten magunkat nézzük, amit választottunk sorsnak, akkor azt mondom, hogy ez a jelen, ez az időben is jelen van, a fizikai síkban is jelen van, és a folyamatban is jelen van. A most figyelme jelén az azt jelenti, hogy a frígyelem, ugye amivel egyesülünk, már beavat egy túl a láthatatlan dimenzióba, tehát konkrétan a transzcendens dimenziókba, ami az asztrológia is, és elég sok választ lehet kapni. És ahogy András is mondta, hogy ez egy zseniális dolog, amiben meg lehet tapasztalni, hogy azt a sorsot, amit választottunk, a mi értekre választ kapjunk, és igazából a mi értek okát jöttünk megtapasztalni, és tényleg az van, hogy értsük meg, hogy ha valakivel problémánk van, ismerjük meg, mert ha megismerjük, már csak feladatunk lesz vele, és nem problémánk. Ezt 30 éve írtam a honlapomon. És ez a filozófia, ez egy nagyon jó filozófia. Megismerni valakit, és visszatérünk. Jó? Van-e még kérdésed, bocsánat, olyan, amit... Utána lehet, jó, mert nem akarok személyeskedni. Jó, igen, én is azt mondom, hogyha lesz, akkor nyugodtan, mert tudjuk a választ. Az okokat meg majd azt egy életen keresztül boncolgatjuk. Tehát azt hiszi az ember, hogy ismeri magát, elárulom nektek, nem ismerem magam. Tehát minden pillanatban a tükreim által tapasztalom meg, és amikor rájövök, hogy te is én vagyok, és te az a tükröm vagy, aki a legnagyobbat tanítja, akkor lehet azt megérteni, hogy miért kaptuk ezt az egész létezést, és akkor, hogy miért vagyunk itt, és tényleg azért vagyunk itt, hogy egy magasabb tudatszinten megéljük ezt a választott sorsot. Annyit tudok mindenkinek mondani, hogy nagyon jó helyen vagytok. Tehát András is azt a küldetést kapta, hogy az akasából, tehát figyeltem, amikor előadsz, bocsánat, nem a tudásból adsz elő. Tehát abból adsz elő te is, hogy egyszerűen kitárod a szíved, és amit kell, azt átadod, továbbadod. Jó van, azt mondja. Az az igazság, hogy szesz nem, mert azt szoktam mondani, hogy anélkül is fia vagyok. És az a lényeg ennek, hogy az asztrológia segít egy ilyen térkép, egy tudattérkép igazából. És az segíti, hogy ha valakinek bármi energetikája van, hogy megérteni adott esetben, hogy amit eddig úgy hittünk, hogy egy apával problémánk van, az honnan jön. Elárulok nektek még egy pár titkot, amik ilyen kicsit beavató titkok, de ezeket én is meditációba kaptam. Minden szülött, aki a Földön van emberi alakban, minden szülött egy nagyszülőnek az inkarnációja. Ez egy nagyon komoly dolog. Beszélgettünk most az apai karmáról, beszélgettünk a szülői karmáról. Mutatom, hogy miért. És ezek így jönnek nekem onnan, hogy van a genetika, van egy sablon, van ugye a 4 fehérje, ami a DNS kódunkat összeteszi. Amikor szétválik a DNS lánc 2 spirálja, ugye az egység kétségbe esik, gyönyörű a magyar nyelv, akkor az egyik spirálon az, ami volt, annak a sablonja keletkezik. A sablon sablonja lesz ugyanaz. Tehát érted, te soha nem a szülőthöz fogsz hasonlítani, mindig egy nagyszülő karmáját jöttünk megtapasztalni. A sablon sablonja lesz mindig ugyanaz. Ez nem ugyanaz, ez ennek a sablonja. Logikus, nem? És a kicsit, ez a legkedvesebb hobbim, amikor már valaki olyan szinten van, hogy belenézünk egy nagyszülőbe, mint nálad. Tehát az Uránusz mindig a nagyszülő szimbóluma az asztrológiában, és ez azt jelenti, hogy te is egy nagyszülő, nagyon-nagyon komoly inkarnációja vagy. Ki lehet bogozni, hogy honnan jött? A testvéri vonalról jött ez a dolog, mert ugye a vízöntőből származik az Uránusz, tehát a családi vonal,
És a családi vonal annyira összefonódott nálad, testvérek, rokonság, hogy azt, ugye Bach módjára először, amire kibuancolott pont rámegy az inkarnáció, a Vénusz azt jelenti, hogy harmóniát neked kell teremteni, és ugye a Hold az még azt jelenti, hogy segítőként, kicsit ilyen bolondos segítőként részt kell venni a testvérek, a család, a rokonság életében. Hajrá! Jó? No, bezárhatjuk? Ha az asztrológiához még valakinek van kérdése, akkor még azért kérdezzetek, van? Na. Igen, 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 azt szoktam csinálni, bár voltam nagyon sokszor fekete seggű, mert ugye jött egy hölgy, aki skorpió, skorpió mars az egyes házba, csomó skorpió bolygó, de a 12-esben is. És neki a társa, akit azt mondta, hogy az a társa, az a szeretői kapcsolatok házában volt minden energetikájával, tehát öt energetikával. És azt mondja, hogy ez a pasi, ez engem el fog venni. Mondom, jó, én hiszek, én abszolút hiszek mindenbe. De én mondtam, hogy hát erre az esély mondjuk úgy annyi, mint a trójai falónak a lovin. Tehát, és akkor lehet ütögetni, meg lehet, de az nem fog megmozdulni. És leírtam neki, hogy figyelj, nagyon nagy szeretettel mondom, hogy ne pazarolj ennyi energiát, bár a megélést úgyis meg kell éld. Valószínű ez egy szeretői kapcsolat, olyan energiában szeretői kapcsolat, hogy évekig elhúzódó szeretői kapcsolat. Fogadd el így. Tehát azt mondtam, hogy fogadd el. Na, akkor fekete seggű voltam, ő nem fogadja ezt így el. Harcolok! Persze, skorpió, harcolj. Harcolj, küzdj, semmi gond. Aztán én mondtam, hogy jogáznia kéne. És 16 év után, mint jógaoktató megjelent, és azt mondta, hogy te igazad van. Aztán 15 évig voltam szerető kapcsolatban, aztán a pasi elment külföldre, azóta jógaoktató vagyok. Szóval nincs idő, igazából ez egy vicc. Tehát mindenki annyi időt cseszel az életére, amennyit akar. Igen, igen, igen. Tehát az látszik, hogyha... De, tehát ez ugyanezt csinálta, csak karmagyorsítót nem adhatok senkinek. Legyeknek szoktam néha így, hogy inkarnálódjon kicsit jobban. Én inkább úgy kérdezem, hogy azt, amit te megjósolnál, vagy amit látsz, azt felül tudja érni valaki? Igen, igen, tehát azt értsd meg, hogy magasabb tudatszinten kell megélni. Én nem azt mondtam neki, hogy ne legyen szerető. Én azt mondtam, hogy vállalja fel azt, hogy szerető. Érted a különbséget? Hatalmas különbség. Tehát az én az a részünk, ami ellenkezve reagál más szempontjára. Szintén haiku. Ezt is elég nehéz megérteni. Tehát ha felismered magadban, hogy az én az a részed, ami egyből ellenkezik avval, amit más mond, akkor már is megtapasztalhatod, hogy külső figyelőként lép hátra című elvvel, már is láthatod, hogy ki az, aki ellenkezik avval, az ego. És akkor az én az a rész, ami még nem tudja, hogy a mi az egész. Tehát, hogy ezt az egészet együtt mi követjük el. Mi van még a tarsolyba? Ja, igen, hát ez is indulat. Hát valaki jön és azt mondja, tehát én jó indulatú vagyok. Csak a jó indulat is indulat. És amikor az ember rájön, hogy indulattal csak indulatot fog kapni, akkor a jó indulat azt egy kicsit tegyük zárójelbe, hogy nem biztos, hogy annyira jó indulat. Volt egy hölgy, akinek a negyedik férje is alkoholista volt. És mondom, hogy lehet? Azt mondja, a negyediket úgy választottam, hogy abszolút ne igyon. Mondom, ez bravo, ez jó. Akkor miért iszik? Szóval nem is iszik annyira, csak minden este kocsmába jár. Mondom, lehet, hogy egy kicsit mondom, agresszívan állunk az emberekhez? Azt mondja, hogy én erőszakos vagyok. De, hogy ilyet én nem mondok. Én mérleg vagyok, én nem mondok ilyet. És akkor elkezdett gondolkodni, azt mondja, hát az az érzés, amilyen kicsit erőszakos vagyok. És mondom, mi lenne, hogyha az esti főzéshez, a kajához, oda tenne egy málnaszörpöt, vagy valami alkoholmentes sört, vagy ilyesmi, és akkor beszélgetnének egy kicsit. És jön egy hónap múlva, azt mondja, hát csoda történt, azt mondja, ebből az emberrel lehet beszélgetni, és nem megy a kocsmába. Van egy aranyos viccem, a nő elmegy az orvoshoz kéken zöldre verve, hogy a férjem egy brutális állat. Azt mondja, egy jó receptem van, főzet, kisvirágú füzike főzet, és gargalizál. Amikor megjön a férje, akkor gargalizál. Gargalizál, gargalizál. És megy egy hónap múlva, és azt mondja, doktor, hát ez a füzike, ez ami csodálatos, hát boldog az életünk, minden működik.
Aztán, na látja, azt mondom, ezt jelenti, hogyha nem beszél vissza. Szóval, ugye nyomom a falat, és a fal visszanyom, na hülye. Na, mennyi időnk van? Idő. Még nézzük, mi van a tarsolyban. Ja, váratok. Bocsánat. Ide kattintok egyet. Igen, tehát az asztrológia, maradjunk a végénél, egy haikuban. Kinyílik a szem, és tudatkapú sorsokat lát csillagok mögött. Az Akasa krónikában valóban megvan írva a sorsunk, a minősége, azok mi vagyunk. A tudat igazából nincs benne az asztrológiában. Tehát, ahogy mondtam, a gyilkos és az agysebész ugyanaz a Skorpió Mars, és az egyik bevállalja azt, hogy segítő magasabb tudatszinten van, a másik alacsonyabb tudatszinten. Ezt kell segíteni, egymásért jöttünk, tehát azért jöttünk, hogy segítsük a megtapasztalásban, és annak az ember, aki szívesen vágja az agyat szét, hát akkor legyél már agysebész, és akkor azt mondom, hogy megteszek mindent neki, hogy tudjon tanulni, tudjon fejlődni, ha esetleg szanitésznek elküldeni a háborúba, vannak annak jó formái is, tehát mindent meg lehet élni egy magasabb tudatszinten, és ebbe kell segíteni a másikat, és azért mondom azt, hogy ha valakit szeretsz, akkor segíted azzá válni, aki. És ehhez jó az asztrológia. Mert ugye én asztrológusként már nem várok a fügefától szőlőt, mert én lennék a hülye, hogyha a fügefától szőlőt várok, nem? Meglátok egy fügefa magot, és azt mondom, hogy ebből fügefa lesz. Jé, látnok. Na, jó van, örültem, hogy veletek voltatok. Mindenkit szeretettel üdvözlök továbbra is. Ez egy kis bevezető volt, remélem, hogy találkozunk még.